Szevasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Andonik honnan fúj a szél időjárás jelentése. Rendszeresen jelentkezünk pénteken ezzel a műsorral, és hát van mit mondani ismételten, hiszen ezen a héten ugye tipikus novemberi időnk volt, volt benne egy kevés napsütés az ország nyugati és középső részén, de főleg keleten a Tiszántúlon napokon keresztül sűrű köd volt található. Ezt a sűrű ködöt viszont az a hidegfront, amelyik mára viradóra érte el Magyarországot nyugat-észak-nyugat felől, és sokfelé okoz kisebb esőt, záporesőt. Ez a front majd megszünteti, és csak előjáróban a hétvégéről annyit, hogy bármennyire borongós most a pénteki időjárásunk ennek a hidegfrontnak a hatására, a front felhőzete holnap elhagyja Magyarország térségét, ezért mind szombaton, mind pedig vasárnap ragyogó napsütés, egészséges, kristálytiszta levegő töltik majd ki medencénket, úgyhogy a fagyos reggelek után napközben olyan plusz 5 fok körül lesz a legmagasabb hőmérséklet, tehát olyan 4 és 8 fok közötti csúcsértékre számíthatunk, ennyit előjáróban, de a lényege a dolognak, hogy a mai időjáráshoz képest jelentősen megváltozik holnap, illetve holnap után pontosan a hidegfront jótékony hatása következtében, hogy megerősödő északnyugati északi széllel sarkvidéki eredetű levegő áramlik majd fölénk. Ez száraz ez a levegő, úgyhogy csapadéktól nem kell tartanunk sem holnap után. Ma egyébként már a délelőtti órákban a Dunántúlon, különösen a Dunántúl középső részén, a Kisalföldön, a Bakonyban, a Balaton térségében megerősödött az északnyugati északi szél. A legerősebb széllökések elérték az óránkénti 40-50 kilométeres sebességet, de ma délután még további szél erősödés várható abban a térségben, és nagy valószínűséggel a szél megélénkül majd itt az ország középső részén, a főváros körzetében is, valamint Zemplénben, Borsodban is, úgyhogy a hidegfront nem csak záporokat, kisebb esőt és felhősödést okoz, hanem megerősödő szelet is, és ennek az iránya, mint ahogy említettem, északnyugati, északi lesz. Egy picikét megpróbáltam fellebbenteni a fájtlat egy héttel ezelőtt, hogy esetleg valamilyen meglepetés tartogat az időjárást így november 20-a tájékán. Ez a meglepetés annyi, hogy tényleg érkezik a sarkvidéki levegő, és ezért elég kemény fagyok, országos fagyok várhatók szombatra és vasárnapra viradóra. Ez a hétvége lesz az idei ősz leghidegebb hétvégéje Magyarországon. Holnap viradóra az északi, észak-keleti országrész völgyeiben, a szélcsendes területeken akár mínusz 6, mínusz 8 fokos fagyok is elő. És hasonló hőmérséklet várható a kora reggeli, hajnali órákban, vasárnapra viradóra is, mínusz 6, mínusz 8, mínusz 1-2 helyen mínusz 9 fok is előfordulhat. Persze nagyon messze van a napi hidegrekordok, mert például 1993-ban, most november 20-ára viradóra, Borsod-Nádasdon mínusz 15,7 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, nem véletlenül, mert nagyon érdekes volt 1993. november időjárása Magyarországon. Már november 12-én országos havazás kezdődött, és leesett 4-5 napon keresztül ilyen 20-40 cm-es hó, majd aztán egy kis szünet után, november 20-án ismét országos jelentős havazás volt hófúvásokkal, 40-60 cm-es hó is előfordult a Dunántúlon, a viharos szél hótorlaszokat emelt, és hát bizony, hogyha hóréteg van, és hát viharos szél, ha leáll, akkor a hófelszín fölött nagyon erősen lehűlhet a levegő, ezért is ez a napi rekord, ez az 1993-as november 20-ai rekord Borsod-Nádasdon is, ismételtem mondom, mínusz 15,7 fok. Ez egy nagyon téli novemberünk volt 1993-ban. A mostani, a 2020-as az inkább őszi kötfoltokkal, és hát most érkezik ez a sarkvidéki levegő, de csak átmenetileg. Mert a hétvége tehát nagyon egészséges időjárás, a fagyos reggel után a napsütés ellenére is mindössze 5-8 fokos legmagasabb hőmérséklet, mind szombaton, mind pedig vasárnap. Aztán hétfőtől kettől
már ismételten enyhébb levegő érkezik majd fölénk, felhősebb lesz az idő, és hát kedvez majd az időjárás annak, hogy újból ködfoltok alakuljanak ki, úgyhogy használjátok ki, javaslom most a hétvégét, a csak nem zavartalan napsütést, mert a jövő héten, a jövő hét első felében, de egészen talán jövő hét második feléig is ködfoltok, illetve nagyon kevés napsütés és sok felhő vár ránk. Töltsétek kellemesen ezt az egészséges időjárású hétvégét. Üdvözlök mindenkit, szevasztok!